Voltak olyan gyerekek, akik nagyon meglepődtek attól, hogy találkoztak a télapóval. Pedig december 6-áig minden nap 10 és 19 óra között a belváros járja segítőjével a nagyszakálló. Azért a terhes fehér hó, jöjj el kedves télapó, minden gyermek várva vár. Akadtak azonban bátrabbak is, akik egy mosolyért és persze szaloncukorért dalra is fakadtak. Csilla abban bízik most, hogy énekelt a Mikulásnak, 6-án reggelre a csizmájába csempészi azt, amire az édességen kívül leginkább vágyik. Egy Barbie lányt. Egy olyan sellőset, ami világítós. Itt már hagyománnyá vált. Ez pedig már a Mikulásnak az Alba Plázában. Aki segíteni szeretne a szerényebb körülmények között élőkön, december 6-ától adhatja le itt adományait. Az előre becsomagoltnál szeretnénk azt kérni, hogy írják rá pontosan, hogy fiúnak, lánynak, illetve hogy melyik korosztálynak szánják az adományt. Az összegyűlt adományokból az állami gondoskodásban élő gyermekek karácsonyát is szeretnék szebbé tenni. A környezetünknek az érzékenysége, a mi általunk gondozott, halmozottan hátrányos helyzetű családjukat hosszabb vagy rövidebb időre nélkülözni kényszerülő gyermekek felé tud irányulni, ugye a figyelem és szociális érzékenység a segítés. Imád 8. alkalommal hirdeti meg a Palotai úti intézménye Vöröskereszttel közösen a Mikulás gyár elnevezésű akciót. Ezzel a Mikulásházzal, a gyerekotthonokkal való együttműködéssel és a Mikulás gyárral azt próbáljuk elérni, hogy az, akinek lehetősége van, az megpróbáljon arra gondolni, hogy szükség van rá, megpróbáljon azokra gondolni, akiknek szükség van rá, és mindenki tőle telhető módon megpróbáljon adományokat adni a rászoruló családoknak, gyerekeknek. A jótékonysági programot a város is támogatja. Karácsony idején nagyon sokan gondolnak arra, hogy másoknak is szebbé tudják tenni a karácsonyt. Fejmegyei gyermekotthon lakói rászorulnak erre, hiszen vagy a családi körülmények okán, vagy azért, mert nincs családjuk, egy közösségben töltik ezt az ünnepet. Itt a plázában, ami a város egyik legforgalmasabb pontja, lehetőség nyílik minden fehérvárinak, hogy támogassa az ő karácsonyukat. Aki tehát segíteni szeretne, adományait december 21-ig adhatja le itt a Mikulás laknál. Játékokra, ruhaneműre és tartós élelmiszerre van leginkább szükség.